Folytassuk is tovább a raktáros elméletet a raktározási menedzsment 18. részével. Ismertesse a veszélyes áruk biztonsági adatalapjának tartalmi elemeit. Mutassa be a veszélyes áru raktár ellenőrzési feladatainak megszervezését. Milyen tartalmú ellenőrzések szükségesek az egyes raktározási fázisokban? Mutassa be a veszélyes áruk csomagolási módjait, és a csomagoláson szereplő jelöléseket. Kult szavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Biztonsági adatlap szerepe, ellenőrzési rend a veszélyes áruk raktározásának folyamatában, előzetes ellenőrzés, ellenőrzés az üzem kapujánál, betárolási ellenőrzés. A tárolás szabályai, együtt tárolhatóság, raktái, raktári osztályhoz rendelés. Veszélyes áruk csomagolási módjai és jelölések az ADR szerint. Tehát ADR bárcák. Hagyományos csomagolás, nagyméretű csomagolóeszköz IBC, nagyméretű csomagolás, egyszeres csomagolás SP, kombinált csomagolás CP. Akkor nézzük is meg a biztonsági adatlap tartalmát. A biztonsági adatlap információt szolgáltat a felhasználók számára, a vegyszerek veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról, a tárolásáról és a magadék biztonságos felhasználásáról. A biztonsági adatlapoknak tartalmaznia kell az alábbi információkat, a vegyszerekre, illetve veszélyes anyagokra vonatkozóan. Ezek a következők. Általános adatok, megnevezés és a képlet. Összetétel, veszélyesség szerinti besorolás, H és P mondatok, elsősegélynyújtás, tűzveszélyesség, óvintézkedés baleset esetén, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei, fizikai és kémiai tulajdonságok, stabilitás és reakcióképesség, toxikológiai hatások, illetve toxikológiai adatok, ökotoxikálás, hulladékkezelés és ártalmatlanítás, szállításra vonatkozó előírások, tehát ezeket kell tartalmazni a biztonsági Adatlapnak. Biztonsági adatlapot. Azokra a vegyi anyagokra és keverékekre kell elkészíteni, amelyek veszélyesek, illetve azokra a keverékekre, amelyek veszélyes összetevőket vagy ebbi egyéb olyan összetevőt tartalmaznak, amelyekre munkahelyi vagy biológiai expozíciós határértéket állapítottak meg. A veszélyes anyagok vagy keverékek esetében, a szállítással egy időben kell átadni a biztonsági adatlapot. Nem veszélyes, de veszélyes összetevőket tartalmazó keverékek esetében a biztonsági adatlapot a vevő kérésére kell átadni. Azon keverékek esetében, amelyek nem tartalmaznak veszélyes, illetve olyan összetevőt, amely expozíciós határérték van megállapítva, nem szükséges biztonsági adatlap elkészítése és átadása, de a vevő kérésére erről 45 napon belül nyilatkozni kell. A lakossági forgalomba kerülő anyagok és keverékek esetében a biztonsági adatlapot nem kell átadni, abban az esetben, ha a termék címkéje tartalmazza mindazon információkat, amelyek az anyagon vagy keverék biztonságos felhasználásához szükséges. Egyébként mindenki találkozott már ilyennel, ami ugye lakossági forgalomba ö, kerülő anyag. Például ilyen lehet a hipó. Tehát ezzel mindenki találkozott, vagy a sósav is sósav. Tehát itt a termék címkéje tartalmazza mindazon információkat, amelyek az anyaga, anyag vagy a keverék biztonságos felhasználásához szükséges. Tehát itt azt tartalmazza maga a termék címkéje, a lakossági forgalomba kerülő anyagok esetén. A foglalkozásszerű felhasználók részére csak akkor nem kell átadni, ha a keverék nem tartalmaz veszélyes vagy expéző, expozíciós határértéke rendelkező összetevőt, és erről a gyártó írásban is nyilatkozott. Ellenőrzési rend a veszélyes áruk raktározásának folyamatában illetve a tárolás szabályai. A bejáratnál elvégezendő ellenőrzések, tehát betárolás előtti előzetes ellenőrzés szükséges. A veszélyes áruk raktárbázisra érkezésekor olyan vizsgálati sorozat kezdődik, amely összességében biztosítja azt, hogy a raktárban folyamatosan ellenőrizve legyen az engedélyek előírásainak betartása. Hasznos lehet, ha már a raktárüzem kapujából teljes egészében lépcsőzetesen felosztják a szükséges vizsgálati lépéseket, hogy a hiányosságokat minél hamarabb felismerjék, tehát szükséges az ellenőrző pontok kialakítása. A veszélyes áruk és anyagok raktározási folyamatának első lépése az előzetes ellenőrzés, amely magába foglalja a következőket az információszerzés, a megrendelő igényeinek összehasonlítása, illetve betárolási tervet kell készíteni. Na de kifejtem bővebben is nektek, tehát az információszerzést a raktár üzemeltetőjétől arra vonatkozóan, hogy a raktározni kívánt anyagokra és mennyiségekre van-e engedély. A megrendelő igényeinek összehasonlítása, a raktározási osztályonként rendelkezés álló raktárkapacitással, tehát robbanóanyag, anyag, gyúlékony, szilárdanyag, anyag, illetve öngyulladásra hajlamos anyage. Ha a raktár képes befogadni a kért anyagokat és mennyiségeket, akkor betárolási tervet kell készíteni, amelyben az egyes anyagokhoz és mennyiségekhez mert a raktárbázis kapujában konkrét raktárterületet, vagy raktártért raktár rendelnek hozzá, így elérhető a veszélyes anyagok optimális irányítása. Egyébként minden hiányosság kizáró ok, vagyis ha csak egyetlen olyan követelmény is van, aminek nem felel meg a raktár, akkor az áru nem lehetséges. Következő feladat a szállítmány érkezés előtt a raktározandó anyagokról összegyűjteni, a szükséges információkat, tehát veszélyes áruadatok, kémiai és fizikai veszélyek, anyagok tulajdonságai és kockázatai, valamint a logisztika szempontokból szükséges származási adatok. Ezek a biztonsági adatlapból kiolvashatók. Az üzem kapujában ellenőrizni kell az anyagok jelölését, és egyeztetni kell a fuvarrakományokon rakományokon szereplő adatokkal. Az előzetes vizsgálat akkor zárul le, ha a szállításra és a raktározásra vonatkozó összes előfeltétel adott. A körülmények tisztázódtak és megfelelnek az elvárásoknak. Ha semmilyen hiányosság nincs, akkor az áru a rendeltetési helyére kerül, részbe vagy raktárcsarnokba, és itt történik meg az áru átvétele. Vissza kell utasítani az üzem területére történő belépéseket, ha nincs rá engedély, és ha a veszélyes rakomány a hibás jelölés miatt nem azonosítható. Áru átvétel és betárolási lehetőség Az áru kirakása, a rakodó, rakodó rámpa kijelölése és a rendelés sikeres egyeztetése után kezdődhet el. Ennek során ellenőrizni kell az érintett raktárterülethez rendelt anyagok teljesítését, és össze kell hasonlítani őket a rakományjegyzék adataival. Ez az ellenőrzés különösen fontos, ha a gépjármű a rakodó rámpán csak részben kerül kiadásra, vagy kirakásra. A kirakás után közvetlenül még az áruátvételő területen minden esetben el kell végezni az áruátvételhez kapcsolódó egyéb vizsgálatokat. Ezek a vizsgálatok a következők. Rendelkezésre áll -e a szállított anyagokról előzetes értesítés. A vizó, más néven. Csomagolás módja, küldemény darabok száma. Ha az értesítés nem áll rendelkezésre, csak akkor lehet kirakodni, ha a jogszabály ezt megengedi. Rendelkezésre áll-e a betárolandó anyagokról biztonsági adatlap. Ha ez hiányzik, csak akkor lehet kirakodni, ha az anyagra nem vonatkozik veszélyességi besorolás. Rendelkezésre áll a megfelelő WCI koncepció szerinti raktározási osztály, amelyhez a veszélyes áru hozzá lett rendelve. WCI, magyarán nem más, mint veszélyes áruk raktár specifikus osztályozása, amely jól használható a raktározási, tervezési, üzemeltetési feladatoknál, kapcsolódik a szállítási osztályokhoz, valamint figyelembe veszi a kémiai-biztonsági osztályozást és a tűzvédelmi követelményeket is. Raktározandó anyag raktárhoz szemben támaszta valamilyen különleges követelményt. Klímakövetelményeket, illetve klímakövetelmények megváltoztatását, illetve szükség van-e tárolószekrényekre, konténerre vagy kamra igénybevételére. Nem lehetséges a betárolás, ha már a raktárban lévő anyagok részéről összeférhetetlenség vagy együtt tárolási tilalom merül fel. A következő lépés a betároláshoz szükséges megfelelőség megállapítása. Ez külső vizsgálattal szemrevételezéssel el lehet végezni. A vizsgálat kiterjed, zárókupakok megfelelőségére, csomagolás sérüléseire, illetve látható szivárgásokra. Ezek a hibák normális esetben a raktár bejárati területén elháríthatók, és a betárolás elvégezhető. Ha a raktár egy részében vagy egészében automatikus szállítási rendszer működik, az árulátvételi és betárolási vizsgálatot még a szállító rendszerre, kerülés előtt el kell végezni. Áruátvétel azonosítópont. Az azonosítási pont vagy a szállítási rendszer végpontját jelenti, vagy a raktár területére való belépéshez kapcsolódik. Ennél a pontnál össze kell hasonlítani a meglé meglévő tényleges és az úgynevezett kívánatos adatokat. Optimális esetben a kívánatos adatok az eredeti származást igazoló dokumentumokban vannak. Az azonosítási pontnál végzett ellenőrzés célja, hogy a betárolandó tárolási egység tömegét, súlyát és fogatát hozzászámítsák már a raktárban lévő készlethez az összehasonlítás cikkenként, raktározási szabályonként és szevezó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás szerinti osztályozás, magyarán a szevezőelv, tehát osztályonként is el kell végezni, majd össze kell hasonlítani a megfelelő, maximálisan engedélyezett tárolási tömeggel. A veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabály előírásban olyan küszöbb értékek kerültek meghatározásra, amelyek a betárolásra került meg alapján és a raktár elméleti befogadó képessége alapján meghatározzák a maximálisan raktározható tömegsúly és térfogat értékeit. A betárolás csak addig megengedett, amíg a megfelelő határértéket nem lépik át. A feladat elvégzéséhez minden raktár területén biztosítani kell a tárolási egység súly, térfogat méréséhez szükséges eszközöket. A sikeres áruátvételt követően megtörténhet a betárolás. Üzemi előírások és üzemviteli szabályok A fenti szabályok kialakítása a veszélyes áruaktár üzemeltetőjének kötelessége. A szabályokat a dolgozókkal minden esetben meg kell ismertetni. Az üzemi előírásokat az érvényes nemzetközi és hazai előírásokkal összhangba kell elkészíteni és az üzemre elrendelni. A biztonságos üzemeléshez szükséges utasítások. Általános üzemviteli szabályok, általános biztonsági szabályok, a munkarend és a munkafolyamatok szabályozása, üzemi rendelkezések, veszélyhelyzetben követendő rendelkezések. Az utasítások aktualitását és teljességét rendszeresen ellenőrizni kell. Ha szükséges, ki kell egészíteni vagy módosítani kell. A legfontosabb szabályzatok és utasítások a következők: Munkavédelmi szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Belső Védelmi Terv, Vízminőség Védelmi Terve, Kockázatértékelés, Kockázatbeslés, Munkabiztonsági egészségügyi szempontból havária terv, tehát környezetvédelmi kárelhárítási terv, az a havária. Tehát a havária nem más, mint környezetvédelmi kárelhárítás. Ezt mindenki jegyezze meg. Általános üzemi szabályok. Belépés szabályozása. Biztosítani kell például megfelelő táblázassal, hogy illetéktelenek ne léphessenek a raktár területére, és a látogatók jelentkezzenek a raktár irodájában. Illetéktelenek azok a személyek, akik a raktárral vagy annak felügyeletével kapcsolatban nem látnak el feladatot. Tehát akik nem ott dolgoznak, nem a felügyeletben, illetve nem a raktáron dolgoznak. A raktár területre való belépés előtt az illetéktelen személyeket informálni kell a veszélyekről, illetve a vészhelyzetben követendő szabályokról. A folyamatos felügyelet A létesítmény folyamatos felügyeletét biztosítani kell, vagy személyzet, vagy technikai berendezések alkalmazásával. A személyzet általi ellenőrzés esetén legalább kettő embernek jelen kell lennie abban az esetben, ha az egyedül dolgozó munkavállaló biztonságát, fegyőle biztonságát felügyelet által biztosítják. A felügyelettel megbízott munkavállalónak alkalmasnak és megfelelőnek kell lennie, illetve képzettnek kell lennie. A raktározott anyagok biztonsága. Veszélyes anyagokat csak ép és zárt csomagolásban vagy tároló edényben lehet raktározni. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy a veszélyes anyag tartalom véletlenszerűen ne juthasson ki a csomagolásból. Ez akkor érvényesül, ha a veszélyes áru olyan szállítási csomagolásban van, amely megfelel a veszélyes áruk nemzetközi szállítási előírásainak. Az egységrakományoknál a küldemény darabokat megfelelő módon biztosítani kell, az erre alkalmas pántok, zsugorfólia súrlódás növelő anyaggal. További követelményeket tartalmaznak az ide vonatkozó izó és egyéb szabványok. És akkor nézzük is meg a raktárrendjét. A veszélyes termékeket rendezette jól áttekinthetően és csak az áru tárolására szolgáló, arra kijelölt helyen vagy a raktár részében szabad tárolni. A raktározási területeket és a közlekedési utakat, valamint a tartózkodási és szociális helyeket mindig tisztán kell tartani. Minden raktárban ott kell, hogy legyen a megfelelő jelölés a raktározási területek és a közlekedési menekülési és mentési útvonalak, valamint a vészki jelzései. Különleges biztonsági előírásokra utaló jelek egymásra rakási padló és poszterhelési korlátozásokra utaló információk, utalás jóvá, a jóváhagyott tűzveszélyességi és raktározási osztályokra, raktárhelyek azonosítására utaló információk. Nézzük is meg akkor az utolsó részünket, tehát az általános biztonsági szabályokat. Az alábbi rendelkezéseket kell a körülményeknek megfelelő módon alkalmazni. Személyi védőfelszerelések alkalmazása, ideértve a védőeszközök, valamint a takarítószerek tárolási helyét is. Üzemi védőberendezések alkalmazása, szemmosó palackok, vészhelyzeti zuhany, tűzoltóberendezések és elsősegély eszközök elérhetősége és használata. Biztonsági berendezések üzemeltetése és karbantartása, Tűz- és vízvédelmi felszerelések felővizsgálata. Az üzemen belüli közlekedési szabályok kialakítása és betartatása. Különleges munkák írásban történő engedélyezése. A termékek maradványainak a hulladék megsemmisítésére vonatkozó szabályozás szerinti kezelése. És nagyjából szerintem így ennyi is lett volna. 18. részünk, úgyhogy köszönöm a figyelmet és további jó tanulást kívánok!